Fizetőparkolást jelző tábla a Babits Mihály utcában. Ez jelzi a hétfőtől életbe lépett változást. Ugyanis itt július 22-től mindenki köteles fizetni, aki megáll. Erre hívja most fel a figyelmet a Győrszol ZRT. A belvárosban és Nádorvárosban is van olyan parkoló, melyet a lakosság kérésére alakítottak át. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki ezen a két területen, tehát a belváros említett részén, illetve Nádorváros megfogalmazott szakaszain parkol, hogy nem megszokásból álljon meg, hanem vegye figyelembe a már természetesen kihelyezett tájékoztató táblákat, illetve minden helyszínen a parkolójegy kiadó automaták is megtalálhatók. A parkolást kényelmesebbé tevő parkolási bérletek a Jókai úti ügyfélszolgálati irodában kaphatóak. Az iroda nyitvatartása a győrszol.hu oldalon megtalálható, és a pontos címe is. A változás az Újkapu utca, Apáca és Liszt-Ferenc utca közötti szakaszán, a Babits Mihály utca, Láner és Esperanto utcák közötti szakaszát, valamint a Duganics utcát érinti. Tehát érdemes odafigyelni a fizetőparkolást jelző táblákra a megszokott helyeken is.